Magdolna napi búcsú minden esztendőben összefogás eredményeként valósul meg. Ezt köszönte meg a résztvevőknek Fábián Lászlóné, a Baczónak Hegyért Alapítvány elnöke. Látják, hogy ez a kis kápolnánk nagyon-nagyon szomorú, hogy így néz ki. Évekkel ezelőtt próbálkoztunk már közös eredménnyel, egy pici gyűjtés sikerült, és szerettünk volna pályázni, többször is beadtuk a pályázatunkat. Reméljük, hogy az idén végre siker övezi, hogy egy kicsit renoválhassuk a kápolnát. A fellépést nagy örömmel vállalta a Farkas Ferenc énekegyüttes. Már csak azért is, mert a helynek érezhetően szelleme van. Nem mindenhol érezzük ezt rögtön így. Van, ahol többet kell egy kicsit dolgozni érte, úgyhogy igazán kívánjuk, hogy sikeres pályázat útján meg lehessen menteni ezeket a kis gyöngyszemeket. Az együttes az alkalomhoz illő, leginkább egyházi jellegű repertoárt adott elő. Hogy